És akkor némiképp az MTK majd mint téma össze fog kötni bennünket, hiszen egy 12 esztendős magyar futbalista tehetség aprók olyan beszélgetünk, akit szerződtetett az Arzenál, Zilaki Márton a Mészői Foci nevelkedett, 2014 őszétől pedig az intézménnyel együttműködő MTK-ban folytatta, most a Szaloniki ágyús bázis következik számára. Ez egyébként a harmadik nyugat-európai transfer sikere a mészőjös Újvári Gáboréknak. Ő vagyis a szakmai alelnök a vendégünk. Szia, jó reggelt kívánok! Szervusz, szia, reggelt kívánok a nézőket, is köszöntöm. Gábor, a mészői focisúi nem akadémia, ez jó? Igen. Nem is lesz soha akadémia? Jelen állás, szerint nem. És ez mit jelent? Hát azt jelenti, attól függ, mit nevezünk, hogy akadémiának a mai magyar mezőnyben, ha azt kellene mondanom, ami Nyugat-Európában is honos, Eh, hogy általában 8 éves kortól akadémiai képzést kapnak a legtehetségesebb játékosok, akkor mi 8 és 11 éves kor között akadémiának számíthatnánk. Uh -huh. eh, az odafigyelésünk, a tehetséggondozásunk és ezek szerint az eredményeink alapján. Eh, ha a magyarországi besorolást nézzük, akkor nem. Világos, meg van egy olyan eh, a hivatos besoroláson túl is egy olyan informális dolog, hogy mindenki ügyeszt, hogy az akadémiák, ez valami, tehát az, a, az, az igazi profizmus, és akkor hát van olyan, hogy suli. Na, de akkor ez nem számít, igaz az elnevezés? Ez nem számít, de én azért harcolok, most már immáron a, a szakmai alelnőként is a hatodik éve, hogy komolyan vegyük a legalját a magyar futballnak, és ezt, ezt a fajta akadémiai nem szeretem ezt a szót egyébként, de ha már ez, ez a szó a honos, és ebben, ebben értünk valamit, vagy és sejtünk valamit, hogy mit akar, akkor hogy ez, 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 ez 8 éves kortól induljon, és adja át a felnőtt a gyerekeket. Hogyha ez egy intézményen, egy klubon belül van, akkor ez egy jó megoldás. Ahhoz, hogy ez így megvalósuljon, az tényleg csak annyi kellene, hogy ebben az alsó korosztályokban ne hagyjuk, rengedjük el a gyerekek kezét úgy, ahogy szerintem a magyar futball teszi. Na mindjárt erről fogunk beszélni, illetve úgy fogunk beszélni róla, hogy mi az, amikor nem engedik el a gyerekek kezét. Most itt van tehát Zilaki Márton, Marci, ez gondolom egy hatalmas dicsőség számotokra, hogy őt elviszi az arzenál, ez az igazi visszajelzés, nem mondjuk azt, hogy 22 korosztályos tornát megnyer a valamelyik korosztályos csapat? Biztos, hogy jobb visszajelzés, de, jobb visszajelzés. Én, de én ezt sem értékelném túl. Azért nem értékelem túl, mert én benne élek. A, amit Zilai Marci tud, azt a Mészeti belül még legalább 8-10 gyerek tud. Igen? Legalább. Miért őt viszik el? Ő, mert őt észrevették, hisz, abba a szóval korba, szóval, korba érkezett uh -huh. a többi még, még fiatalabb Aha. gyermek. Tehát én azt gondolom, hogy a génekben, én aztán nem vagyok magyarkodó, ha valaki, akkor én biztos nem, de a magyarországi gyerekek gényeibe ott a futball. Változatlan, Ez változatlan. változatlan ott van. Hiába nincs grum, bla bla bla, ott I, a futball. Ott van a futball. Uh -huh. Az a nagy kérdés, hogy ezt észrevesszük-e, mikor, és egész egyszerűen mit pakolunk erre a gyerekre rá. És ebben van az óriási lemaradásunk. Na most a mi foci sulinkban én azt gondolom, hogy észreveszek a gyerekeket. Ezt a kisfiút én a Krudi Gyula általános iskolában vettem észre, mert hogy, hogy, em, te mert te hogy a Mésző foci suli iskolákkal is kapcsolatban Igen. áll, figyeli, versenyeket szervez nekik, és láttam, hogy ez egy ügyes kisfiú. Az, az akkor például, amikor te a hány éves volt akkor? Akkor volt uh, első osztályos. Első a kommentát uh, óvodából első osztályba. Tehát 6 éves volt? 7 éves. éves volt. Így van. Uh, és mi az, amit annyi idősen. Uh, az a genetikusan észreveszel benne. Ahogy a labdához ér, a, a, gyorsasága és a problémágoldó készsége. Nyilván vagy egy hatéves éves és másképp mm. oldja meg a játékszituációkat, mint a tíz éves, de ő már hat évesen úgy oldotta meg, hogy kell. Van egy ikert aki a mai napig a mi labdarúgónk egyébként. Tehát őt nem vitte el az MTK tőlünk, ő nálunk játszik a továbbiakban is, egyébként egy napon született, csak nem egy petélyűek. Tehát ezt a két kisfiút hoztuk el akkor a Mészői tehát szerintem egy feladata, egy egyesületnek, hogy az iskolában, hol a gyerek? Az iskolában. Az iskolai fociban nagyon sok gyerek van, én innen jövök, az iskolai futballból. Óriási gond volt a számomra, hogy tálcán kínáltam, kínáltuk az a rendszer uh -huh. az egyesületeknek a gyerekeket, és az iszonyatos közöny volt mindig. De miért? Hát, nem, miért? hát azért, mert mert az, ahhoz azért munka kell, Aha. elszántság kell, hit kell, hogy egy iskolai tornákon keres egy gyereket, vidd el, építs be, megvan a magam tíz gyereke, megkapom érte a pénzemet, én az edzést leadom, olyan, amilyen, és jó napot kívánok. Csak, Na, ne, kap, csak a kiválaszt... ne kapjunk ki a hét. A kiválasztás az nagyon melós. Nagyon melós. Az a legmelósabb, Ilyen. és akkor ezért szeretünk inkább sokan csak beszélni róla, hogy bla, ez milyen fontos. Így van. Uh -huh. Tehát szerintem ez volt az egyik. A másik, hogy milyen közegbe kerül ez a kiválasztott gyermek. ha tehetségek közé kerül, tehát ha kiválasztás megtörténik, akkor azok a gyerekek egymásra hatnak. Nem én vagyok igazán jó edző, meg nem a kollégáim, hanem azok a gyerekek, akik együtt pallérozodnak nap, mint nap minden edzésen, és az edzés intenzitás rendben van. Na világos, itt például arról van szó, hogy az is egy nagyon rossz út, amikor mindenféle gyereket, különféle szempontok kényelen, bármi alapján összeengednek, ahelyett, hogy olyan értelemben szelektálnak őket, hogy a meg, megfelelő szinten lévő tehetségekkel együtt játszanak, mert akkor fognak fejlődni, igaz? Így van. Tehát a nap mindenhol Na, Ez nap nem mindenhol fejl... minden Nagyon kevés helyen van. Uh -huh. Tehát én, és megcsináljuk mi ezt csak későn. Tehát 14 éves korban akarjuk kiválasztani az akkor jónak tűnő gyerekeket. Azok a gyerekek addigra 9 éve ezt a szakmát űzik. És körülbelül mindenki megvonja a vállát, hogy mit csinált addig. Hát akkor az egyfajta szintű gyerekeket tudunk kiválogatni, akik már később nem lesznek nemzetközi szintű játékosok. Én azt mondom, 8 évesen már akkor körülbelül legkésőbb. Ki kell válogatni a legügyesebbeket, egy műhelybe tenni őket, mindenhol persze az országban, mert nagyon sok az ügyes gyerek, ők egymástól rengeteget tanulnak, és akkor olyan az utolsó idézőben, utolsó nagyon fontos dolog, hogy már ebben a korban olyan versenyhelyzetet teremtsünk a számukra, olyan versenyrendszert, hogy az ellenfelei is méltóak legyenek. Hiszen itt jön be a hétvégén, amit említettél, hogy 22 tornát nyersz, vagy 20 óra nyersz, hogy sem értem. Nem gyerek. az akkor gyereken. Lehet uh, dicsekedni a másiknak, hogy én ne, nem tudom és, és mi ezzel költünk sok nagyon sok pénzt külföldi tornákra, és uh -huh. folyamatosan elviszük a gyerekeinket fel. Mi egy éve itt ültem, hogy a Bayern münchen egy-egyet játszottunk, de az egy éve fiatalabb korosztályunk éppen két hete egy-egyet játszott újra a Bayern münchen Tehát számomra ez egy jó visszajelzés, hogy nem egy kiugrókorosztályon volt, amelyik képes volt erre, hanem a következő évi generáció is képes volt helytállni a világ egyik legjobb, és a, megint megkérdeztem, 8000 gyerekből, egy a scout rendszerből összeállított Bayern München ellen, a hozzánk betévedő gyerekek, vagy a mi kis rendszerünkből a 60 gyerekből kiválasztott mondja, hogy gyerek. Nem betévedő, hogy ennek azon a lényege, hanem hogy tudatosan oda, így van. oda bitangoltatott, hogy így mondjam. Na most mi az, ami, tehát van több hasonló zilai Marciós hasonló tehetségű gyerek nálatok. Mi az, ami miatt most ennyi idősen pont őt választja ki egy világ tartozó hatalmas egyesület? Egy picit engem is meglepett, egy Bozsik tornán figyelték meg, hát nem is tudta senki, hogy ott van valaki, aki képviseli ezt a patinás londoni klubot, tisztán. senki, nem tudta. én hozzá, hogy én, nekem el semmi közön, mert mi átadtuk az MTK-hoz, és az MTK hát. csapatán belül tisztán. nézték ki ezt a kisfiút, és uh, igazából, amit elmondtak, egy egy olyan kollégiumba vitték őt most el, ahol 20-an vannak összesen, 12 és 16 év közötti gyerekek. Összesen 20 gyerek van. Ő, mint legfiatalabb bekerült ebbe, két másik társával együtt. És uh, a döntéseit nézték, hogy használja mind a két lábát, a gyorsaságot nézték, és hogy fönn van-e a feje. Tehát például, és, és a, a passzokban ő otthon van-e, az alzenáját és stílusához megfelelő képességű gyerekeket néztek minibe-kicsibe. Ehhez egyébként uh, Macika abszolút megfelel, ezt így utólag is, ahogy meghallottam a szülőktől, és innentől indult el az útjára ez a történet. Tehát uh, végetlenül a, a nagyon sok gyereket figyelnek, egyébként ezt tudom, magyar ügynökökön keresztül, vagy személyesen uh, már kelet-európai ügynökök figyelik a mieinket, mert ugyanúgy tudják, hogy jók. Csak azt is tudják, hogy 19-20 éves korára már nem biztos, hogy versenyképes lesz. Itt még igen. Tehát, tehát itt, itt, itt kell figyelni, mert hogy addigra pontosan, tehát mi az, ami leginkább elromlik addigra? Addigra adódik össze. Tehát ez A sok egy óriási tévedés össze. az, hogy mi 14 éves korig rendben vagyunk, és valamit ott rontunk el, nem, 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 nem. Tehát ezt mi 7 éves, 8 éves kortól kezdjük el elrontani, csak egyre szembetűnőbb lesz. Én már most látom, hogy elmegyek egy Bozsik tornára, egy kiemelt Bozsik tornára, tehát Honvéd, Vasas, Újpest, Fradi, tehát én Budapesten hm. mondjuk, és megnézem, hogy, hogy, itt mit tudunk, és kimegyek a nemzetközi tornákra, ég és föld a különbség, már a 8-9-10 éveseknél is. Már most égésföld föld a különbség. Mert mondjuk, ha elmész egy ilyen magyar tornára, akkor leginkább az, ha jól értek, az szembeötlő számodra, hogy az egyes csapatokban, hát olyan, nem mindenki való, tehát nem is jó keverik össze a gyerekeket, és a másik azt gondolom, hogy ilyen olyan típusú nyomásnak tanak rájuk, hogy, hogy ha űzik hajtja őket, és mindenképp nyerni kell. Lehet, ugye, Szerintem rosszat oktatnak. Rosszat, rosszat oktatnak. Rosszat oktatnak. Uh -huh. Tehát én azt látom a, a mindenütt, hogy inkább össze... Tehát csábítják a gyerekeket. Tehát tőlem a Honvéd Fradi folyamatosan vinni akarja a gyerekeket. Ebbe hisznek, hogy egy ügyes gyereket áthoz. Csak az, aki nem tud képezni, az az ügyest is elrontja. Nekem ez az, az óriási probléma. Uh -huh. Tehát a baj az, hogy nincs futballfilozófia filozófia Magyarországon az utánpótlás edzők fejébe, vagy pedig a klub vezetők, vagy utánpótlás szakemberekre, hogy mit akarunk viszont látni a gyerektől, mit kell tudnia nyolc évesen, és azt hogyan csinálja. És innen kell levezetni, hogy mit edzek, és mit várok el a mérkőzéseken. Ezt én ennek a hiányát látom, passzoltatják a gyerekeket. A legnagyobb probléma ez, hogy passzoltatják a gyerekeket. Tehát rákényszerítik, hogy passzol tovább, leveszik a Barcelona a hétvégi meg. Jó, világos, mert ez meg egy olyan dolog, hogy most megnéztük, és most az a divat, most az a Így sláger. Van, és ide, azt akarja viszont látni attól a kisgyerektől, aki egészen másképpen gondolkodik erről a játékról, és nem az. Ha a... vannak magyar gének, akkor van magyar stílus is? Kéne újra lennie? Hát tudom, ez is egy, egyfajta vita. Igen, lehet, hogy. De, de én nem éltem akkor, hogy mi volt, látom uh -huh. a videókban. Uh -huh. én, én azt gondolom, hogy a mai, magyar futba, nem a, magyar, vagy csak a mai nemzetközi futballból indulok ki, hogy mi a sikeres. Vagy van egy elképzelésem. Én is, hát majdnem 50 éves vagyok, hát a 6 a éves korom óta lelátón ültem. Utána újságíró voltam, szurkoló voltam, szülő voltam, pedagógus voltam, minden voltam a futball környékén. és... Összeállt a kép, hogy mi mindent rontunk el, hányféleképpen rontunk el, de az biztos, hogy nagyon sok mérkőzést láttam én magam is. Tehát nekem ez belülről fakadt, hogy mit szeretnék látni, hogy hogyan kéne ezt megcsinálni. Nem sémákat máshol. Nem sémákat kell másolni szerintem. Tehát se nem a régi magyarból, se nem a, a, a valonnal, hanem a, ennek meg kell születnie ennek a gondolatnak. És erre vevők a gyerekek, főleg, hogyha sikeres. Vevők rá. De gyerek hát abszol... hát hát az azt csinálja, amit, amit igazából elvárnak tőle, és idomul, tehát ha én letámadást kérek, a sprintben való játékot kérek, vagy kirostálódik, vagy csinálja. Azt mondom, meg végére értünk, csak egy mondat. Ebből a kis fiúból mekkora esély van, hogy, hogy egy komoly futbolista lesz? Szerintem nagy, eddig abból, a, abból az akadémiából, vagy abból a, a helyről, bekerült, még senkit nem tettek ki. Éppen az első korosztály ért ki 16 éves korhoz, abból hármat elvitt az Arzenál, és a többiek olyan szintű csapatokhoz, mint a Villareal vagy a Helenvén, ezekhez kerültek ki, tehát onnan már biztos, hogy egy profi karrier vár rá. Hát legalábbis ezt mondják, ez ugye az Arzenál kelet-európai Tagozata Szalonikiben, ahova került Marcika. Sok munka és időben. Akkor ezek a szavak. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm is.